Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a kisfilm annak az apropóján készült el, hogy végre elérhetővé váltak a Venom Boyli. Elsőként a Crazy Sherry-t próbálhattátok ki, amelyről elmondhatjuk, hogy nagy sikert aratott, hiszen a 20 kg feletti ponyfogások mellett pár nappal a megjelenése után már egy 30 kg-os példányról is kaptunk hírt. De nem csak Magyarországon működik ilyen jól, hiszen például Szlovákia egyik legnagyobb versenyét is megnyerték a segítségével, ahol a verseny rangját méltatja, hogy több mint 100 induló volt és egy autó volt a fődíj. Első körben a fogosságának növelése érdekében egy attraktív, oldódó csalit hoztunk létre, amelyet a ti kérésetekre most átalakítottunk egy igazi nagy halas, egyáltalán nem oldódó csalivá. Több halas összetevőt kapott, és annyira gumis állagú lett, hogy akár 10 napot is kibír a vízben. Ezáltal a keszegek is nehezebben tudják majd megkezdeni. Egyébként ez a verzió a késő őszi időszakban lesz majd elérhető, és onnan tudjátok megismerni, hogy a hátulján lévő címke nem fehér alapon fekete feliratos lesz, hanem fehér alapon piros felirattal tüntetjük fel az adatokat. Azt gondolom, hogy a legjobb időben, hiszen ez a csali a tesztek alatt egyébként is a lehűlő vizekben és a hideg időszakban nagyon jól működött, egyébként 20-as és 24-es méretben lesz elérhető. A következő a BCM Plus Boyli, amely az én személyes kedvencem. Ez volt az első csali, amit megalkottam. Én például már 3 darab 20 kg feletti dunai pontyot is köszönhetek neki, de a teszthorgászok közül Siket Máté az RSD-n aprítja a nagy pontyokat vele, Trajkó Daniék a balatoni versenyeken szinte az összes 20 kg-nál nagyobb pontyokat ezzel fogták, de például Mákos Pistiéket versenygyőzelemhez is hozzásegítette már ez a csali. Sikerességének titka természetességében rejlik. Többfajta rákos összetevőt is tartalmaz, 10% krilliszt mellett ráksűrítményt és rákkivonatot is olyan nagy mennyiségben, hogy egyébként el is lebegne a Boyli, hogyha nem súlyoztuk volna vissza kagylóhéj liszttel, ami egyébként is a pontyok számára egészséges. Gumiságának köszönhetően távolra is jól dobócsövezhető Boyli, amely a nyári legmelegebb napok kivételével egész évben jól működik. A BCN szó mellett a pluszjel fűszeres összetevőkre utal, a háttérben érződik egy kis édes paprika íze és chili paprika csípőssége. Egyenlőre 20 és 24 mm-es méretben érhető el kereskedelmi forgalomba. A következő Boyli a Four Seasons, amely, ahogy a neve is mutatja, egy egész évben jól használható csali, viszont nem ez a különlegessége, hanem az, hogy nagyon nagy mennyiségben tartalmaz állati fehérjéket és növényi szénhidrátokat is. Fontos, hogy hallisztmentes, egy rákos alapmixre épül, tulajdonképpen ugyanazokat a rákos összetevőket tartalmazza, mint a BCN, és ugyanolyan nagy mennyiségben, azzal a különbséggel, hogy ez kapott egy édes krémes aromát, és nagyon sok édesítőszert, ezáltal egy igazi édesség, egy desszert a halak számára. Emiatt a BCN-nél egy kicsit attraktívabb csali, viszont a nagy pontyok is kedvelik, legutóbb például a Bledi túránkon a 10 darab 20 pluszos pontyból 6 darabot ennek a csalinak köszönhetünk. Ez a csali is elérhető már a boltok polcain, 20 és 24 mm-es méretben. És akkor most jöjjenek az igazi nagyágyuk, az állati fehérje mentes, kizárólag növényi összetevőkből készült csalik, az úgynevezett magas szénhidrát tartalmú boilik. Ezek igazi nagypontyos csalik, ugyanis a vizek felmelegedésével a nagypontyok szénhidrát igénye megnő, ezt kihasználva a nyári, illetve őszi időszakban kiemelkedő eredményeket érhetünk el velük. Amelyekből kezdjük most az édes növényi lisztekre épülő mangóval. A teszthorgászok közül a mangónak köszönheti például Drajkó Dani a személyes rekordját, egy gyönyörű 29 kg feletti gyékényesi tükröst, de például Mákos Pistiék merenyén nagy halas versenyt is nyertek vele, és még a legnagyobb haldíját is elhozták. De a gyékényesi filmemben azt is láthatjátok, hogy kis méretben az amúrok is nagyon kedvelik. Megkóstolásakor egy édes, mangos ízt érzünk, a háttérben egy nagyon erőteljes, csípős ízzel, ez a tökéletes kombináció. Az ősz folyamán pár héten belül elérhető lesz 14, 24 és 30 mm-es méretben. A szénhidrátos BCN ugyancsak növényi alapú, de teljesen más alapmixből készül, mint például a mangó. Nagy mennyiségben tartalmas spanyol paprikát, amihez hozzáadtunk egy kicsi BCN kivonatot, pontosan annyit, hogy ne legyen túl attraktív, így egy igazi nagyhalas csali vált belőle. Az utóbbi időben
Talán őt használják a legtöbbet a teszthorgászaink, szerencsére nem sokára elérhető lesz 24 és 30 mm-es méretben. A legattraktívabb szénhidrátos csaling, amellyel a legtöbb kapás érhető el, az az ice cream lesz, de ez csak 2023-tól lesz elérhető, úgyhogy majd róla a későbbiekben beszélek.